Sziasztok! Új autó érkezett hozzánk. Most arra kérnélek titeket, hogy miközben én körbe fogom mutatni ezt az autót, tippeljétek meg, hogy ebben hány kilométer lehet. Ez egy 2011-es évjáratú Volkswagen Charan. 2000-es dízelmotor van benne. Automata DSG váltós. Elég jó felszerelt. Ilyen gyönyörű lámpái vannak. Természetesen lámpamosó. Ez egy német kocsi. Szép felnik vannak rajta. Nyári gumival. Megmutatom mindenhonnan. Nincsenek rajta sérülések. Szép a fényezése. Mindenhol. Vonóhorgos az autó. Megmutatom mindenhonnan. Tehát tippeljétek meg, hogy hány kilométer lehet benne, megmutatom természetesen a belsejét, kormányt, mindent. Egy-két kisebb horpadás van rajta. Itt nem tudom, hogy látszik-e. Lehet, hogy nem is tudom megmutatni úgy. Megmutatom most a belsejét is. Így néz ki. Itt szoktak általában könyökölni az emberek. Így néz ki belülről. Váltókar, váltószoknya. Próbálom úgy mutatni a kormányt, hogy ne látszana. A kilométer óra. Na, szerintetek hány kilométer lehet benne? Ez egy nagyon szép állapotú kocsi egyébként. Megmutatom a hátsó üléssort is, így néz ki, mintha nem is használták volna. Na, most lőjük le a poént. Ebben az autóban 317.500 kilométeren is túl van a futott kilométere. Úgy gondolom, hogy ez az autó állapotában egyáltalán nem látszik. Ezért nem szabad csak kilométerre venni autót, mert ez is gyakorlatilag egy hibátlan autó. Mégis sokan megijednek a sok kilométeres kocsiktól. De úgy gondolom, hogyha kívülről rendben van, minden jól működik rajta, akkor egyáltalán nem kell megijedni tőle. Megmutatom az extrákat is még. Négy elektromos ablak van benne, fűthető tükör, elektromos tükör, automata fényszóró kapcsolás, itt látható. Az automata váltó, megint multikormány, tempomat, nagy kijelző, kétzónás, klíma, parkolóradar elő a hátul, keréknyomás ellenőrző rendszer, tehát így néz ki. Nagyon szép állapotban van a kocsi. Ha esetleg megtetszett nektek ez az autó, gyertek el hozzánk Rakamazra, a Selkút mellé. Ha tetszett a videó, lájkoljátok és iratkozzatok fel a csatornánkra. Sziasztok!